Sziasztok, Kisvirág vagyok, IFBB Bikini Pro világbajnok, és most elhoztam nektek egy haladó felsőtest edzés programot. Nagyon fontos megjegyeznem, hogy érdemes haladóknak izomcsoportokra szétbontani az edzést, tehát például első nap váll és biceps gyakorlatokat fogunk csinálni, második nap hát és triceps gyakorlatokat, harmadik nap lábgyakorlatokat fogunk végezni, negyedik nap lesz egy kardio edzésünk, hozzátehetünk hasgyakorlatokat, valamint kiegészítő edzéseket. A kiegészítő edzés az azt jelenti, hogy mindig arra az izomcsoportra végezzünk 4-5 gyakorlatot, amit úgy érezzük, hogy le vagyunk vele maradva, és szeretnénk jobban fejleszteni. Minden egyes héten legyen minimum egy nap pihenőnapunk, amikor nem csinálunk se kardiót, se semmilyen más edzést, munkát. Ezt nagyon-nagyon fontos betartani annak érdekében, hogy sokkal jobban tudjunk fejlődni. Most ebben a videóban fogok nektek mutatni hát és vágy gyakorlatokat haladóknak. Fontos, hogyha szeretnétek kiegészíteni ezt az edzésterveteket, akkor nézzétek meg a középhaladó, valamint a kezdő felsőtest edzésterveket is, és akkor így össze tudjátok állítani a rendes edzésmenetet. Gyertek, tartsatok velem! Bal kezedet tedd egy megfelelő támaszra, körülbelül válmagasságban kapaszkodj meg. Állj zárt lábbal és jobb kezeddel fogd meg egy kézisúlyzót. Helyezkedj kényelmes testhelyzetbe úgy, hogy a törzsedet 70-80 fokos szögben oldalra döntöd. Tenyeredet lefelé fordítva emeld ki oldalra a súlyt. Összpontosíts arra, hogy a súlyt a vállizmok emeljék úgy, hogy a kar legyen enyhén behajlítva. Testet feszes, egyenes az egész gyakorlat alatt. Ragadd meg a felső csigához erősített kötelet. Kissé dőlj hátra, hogy egyensúlyban legyen a tested. A szemed magasságába tartsd a kötelet magad előtt, tekinteted a kötél közepére nézzen. A könyöködet magasan tartva húzd hátra a kötelet, a könyök soha ne lógjon, fülmagasságnál legyen végig. Ülő helyzetben egyenes háttal dolgozz. Kiinduló helyzetben mindkét kezedben tarts egy-egy kézisúlyzót válmagasságban, előre néző tenyérrel. A gyakorlatnál felváltva nyomd ki hol az egyik, hol a másik súlyt, hármat nyomsz a bal karral, majd hármat pedig a jobbal. Testet feszes, egyenes. Dőlj előre körülbelül 45 fokban. Nyújtott karral ragad meg a rudat, merev karral a hátizom erejével húzd le magad elé a karodat, köldökhöz közelítve, és amikor az alsó ponthoz értél, feszíts rá a hátadra. Lassan engedd vissza a karjaidat, és hagyd, hogy a hátizom teljesen megnyúljon. Köszönöm, hogy velem tartottatok a korábbi videóknál is, remélem, hogy nagyon sok új gyakorlatot tudtam nektek mutatni, hogyha még többet szeretnétek tanulni, akkor tartsatok velem a YouTube csatornámon. Millió puszi és ölelés!